fordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán, mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csáponjáró verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van lent? És melyik lent? A világ első kufli zenekara. Csodaszép, kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Biccentet elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok. És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda. Neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az ég. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet. Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Béla bá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön.
Valéra derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve neki ment valaminek. Na, egy valami. Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlett bőrét. Fúj, de undi! Szödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a rét? Egy szeméttelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam, ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát, javasolta Titus. Azt mondom, egy, két, há, mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy, két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! Egy-két, ká! Vezényeltünk már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét fele. Csodás nyári reggel volt. Bár lehetett volna borús őszi délután is, Pofánka és Valér valószínűleg akkor is pont ugyanúgy hevertek volna álmodozva a kuflikupac tetején. Valér éppen békésen elszenderült, amikor... Ezer bocsánat! Az én pocim volt, mondta Pofánka és elpirult. Csak eszembe jutott, hogy milyen jó volna enni valamit. Valami fincsik. Hozzak neked vadmarcipánt? Pattant fel készségesen Valér. Az inkább uncsi, mint fincsi. Rázta meg a fejét Pofánka. Valami különlegesre gondoltam. Bolhabombon? Fúj, az meg undi! Fintorgott Pofánka. Csigacsoki? Próbálkozott Valér. Valami incsiklandó kéne, nem ilyen közönséges dolog. Beszélgetésüket hallva előbújt a többi gufli is. Halló, finomságokról beszéltek. Dörmögte izgatottan Zödön. Sajnos csak beszélünk, ahelyett, hogy ennénk valamit, ami különleges, ami nem terem az elhagyatott réten. Vegyük elő zsebrecept könyveinket. Na igen, mert minden kufli tart magánál egy zsebrecept gyűjteményt arra az esetre, ha megéhezne és szeretne főzni magának valami jót. Azzal keresgélni kezdtek. Porcukros pióca! Olvasta Titus. Moly lett kemészben! Lapozgatott receptkönyvében Béla bá. Vakond virsli. Ez furán hangzik. Így Hilda. Karamellás kavics, olvasta Valér. Ahhoz biztos erős fogak kellenek. Vagy csúska krém. Betűzte Zödön. Nem is tudom.
motyogta könyvébe bújva Fityérc. Ami azt illeti, egyik sem hangzik igazi finomságnak. Sóhajtott a pofánka. Gyerekek, amit szólnátok egy igazi puff pudinghoz? Így sikladó csevege. Mondta a Fatuskó. És könnyű elkészíteni. Puff, a kész is van. Pont erről kapta a nevét. És tényleg finom? Kérdezte gyanakodva pofánka. Az nem kifejezés! Azzal a Fatuskó turkálni kezdett az odújában. Kisvártatva egy ákon-bákon betűkkel teleírt, olyan fakéreg darabot nyújtott át a kufliknak. Lássuk csak. Fordítva. Így? A másik irányba. Oké, most jó. 8 evőkanál vadzablis, fél pohár fülvirág nektár, 2 kis kanál darált nyambogyó, 1 kevés zebrafűpor, meg néhány cukorbokorlevél. Ez tényleg egyszerű. Gyerekek, azért vigyázzatok a mágyiségekkel. Nyugi, több rokonom, közismert szakácsok. Alig telt el néhány perc, a kuflik elszögdécseltek tányérokért és kanalakért. Biztos valamivel több került bele a kállát éni. Az lehetetlen! Tiltakozott sértetten Titusz. Talán, ha kihűl, abba hagyja. Reménykedett pofánka. Semmi baj, majd megeszem a felesleget. Zödön egy merőkanállal elkezdte falni a pudingot. De hiába, a krém tovább bugyogott kifelé a fazékból. Ez a puding addig puffad, míg a végén az egész rétet elborítja. Elismételnéd még egyszer! Ez a puding addig puffad, míg a végén az egész rétet elborítja. Akkor megvan mi a baj! Csapott a homlokára a Fatuskó. Ez egy úgynevezett puffadó puding. Az ilyen puding addig puffad, amíg meg nem kérik, hogy hagyja abba. De nagyon fontos az udvariasság. Akkor kérje meg Bélabá, neki van közülük a legjobb modora. Én megpróbálhatom! Vonta meg a vállát Bélabá. Milyen tisztelt puding! Szeretnébb hálásak lennénk önnek, ha volna olyan kedves és befejezné ezt a rendkívül látványos, de számunkra felettébb kellemetlen terebélyesedést. A puding erre csiribú csiribá nem nőtt tovább egy kis kanálnyit sem. Hiába, a jó modor csodákra képes. De mit csinálunk most ezzel az elképesztően sok pudinggal? Ennyi pudingra akár az egész rétet meghívhatjuk, ugrándozott lelkesen Valér. Akar valaki pudingot enni? Nem sokára derűs lakmározástól volt hangos a kufli kupac környéke. Soha nem ettem ilyen finom pudingot. Gyereke, ezek szerint mégsem volt teljesen rossz a recept. Nyugtázta elégedetten a Fatuskó. Legközelebb valami egyszerűbb különlegességgel is beérném. Bólogatott a pofánka. De ezt a hangos csámcsogástól már nem hallotta meg senki sem a rétlakók közül. Játszunk Zsunyért, meg Kopollánt. Felhős délután volt, szél se fújt, madár se nyikkant. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen szunnyat napon történhet-e bármi érdekes. Töprengett álmatagon Valér. Mi az, hogy szunnyat? Kérdezte félálomban Zödön. Egy szó. Azt jelenti, hogy szunyókálós és punnyat. Vannak ám semmit nem jelent össze szavak is. Például a Zsunyér vagy a Kopollán. Mondta Fityérc. És ettől nem szomorúak ezek a szavak? Aggodalmaskodott Hilda. Ugyan, dehogy!
Rázta a fejét Béla bá. Jönnek, mennek a világban gondtalanul. Legfeljebb néha unatkoznak egy kicsit, mivel nincsen semmi dolguk. Ha összegyűjtenénk az ilyen szavakat, talán segíthetnénk nekik, hogy előbb-utóbb jelentsenek valamit. Remek ötlet! Kérdezősködjünk kicsit a réten! A kérdezősködés már sokszor bevált. A kuflik mindannyian más irányba indultak el. Titus a varázsgombáknál érdeklődött, Pofánka a zöld pöttyös csupszokat kereste fel, Béla bá a macska legyek királyához fordult tanácsért. Hilda egy hatlábú lókutyát faggatott, Valér a kéreg lakó sodorkáknál puhatolózott, Zödön a potrohos makvacokat kérdezgette. Fityírc meg, nos, ő csak úgy szögdécselt a réten, és beszélgetett ezzel is, azzal is. Nem csoda, hogy ő ért haza utoljára. Végre! Akkor most mindenki mondja el, mit talál. Mondom is! Vardvuk, Surnyung, Zsorty! Mibe, hogy a varázsgombák mondták ezeket? Nevetett a beszélő fatuskó. Slump! És Töfgöny! Ha jól értettem, amit az egyik csupsz mondott. Tomz és Fletyár, ezeket tudtam meg a macska legyektől. Klofzér, Vahongy és Xong. Pönc, pönc, pönc. A sodorkák meg ezt az egy szót mondták. A makvacok is elárultak egyet, csak szögdécselés közben valahogy kiesett a fejemből. És te fityírc? Arra gondoltam, én semmit sem jelentő szavak helyett inkább olyasmiket gyűjtök, amikre még nincsen szavunk. Azzal elővett néhány dolgot a zsebéből. Ezek meg micsodák? Lenne nevük, tudnám. A többiek pedig gyalog jöttek, és a háta mögé mutatott, ahol három furcsa szerzet áldogált szégyenlősen. Nekik sincs nevük. Fityírc a fejét rázta. Ez roppant érdekes. Most tehát van pár gazdátlan szavunk, és néhány valamink, amiknek nincs nevük. Csak össze kell párosítanunk őket. Úgy kezdték, hogy Pofánka felolvasta a füzetéből a semmit nem jelentő szavakat, aztán a kuflik egyenként megnézték, melyik neve nincs dologra illenek a legjobban. Szerintem ez itt egy slump. És ez most jó nekem? Igen, nagyon illik hozzá. Ez meg egy zsorty. Az elégedetten csuklott egyet, úgy látszott, örül neki. Ő pedig csak egy vahangy lehet. A vahangyok szerintem nagyobbak ennél, és szőrösebbek is. Az északi vahangyok lehet, de ez itt egy kicsi és csupasz déli vahangy. Te így értesz a vahangyokhoz. Tudok ezt azt a nem létező dolgokról. Na de melyiket hívjuk Tomznak? Szerintem ezt így. Az mellette pedig egy pönc. Úgy látom, a Tomzok és a pöncök eléggé hasonlítanak. Ahhoz nem eléggé, hogy ugyanúgy hívjuk őket. Ezzel el is fogyott Fityírc gyűjteménye. Gyerekek, még maradt három szavatok. Vargyvuk, Klavzér és Xong. Mi legyen velük? Szerintem boldogan el lesznek nálunk, amíg találunk nekik valami jó kis jelentést. Remek! Így már nem is annyira szunnyadt ez a nap. Akár játszhatnánk is valamit. Például Zsunyért vagy Kopollán. De az előbb azt mondtad, hogy ezek a szavak sem jelentenek semmit.
Épp ezért lehetnének két új játék neve, amiket pont most fogunk kitalálni. Ez annyira jó ötletnek tűnt, hogy a kuflik rögtön ki is próbálták. És mivel remekül ment, kipróbálták még egyszer, és még egyszer. Még csak el nem múlt a délután. Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vacsóska, a vacspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a termesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre! Volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütötte réten. Reggelre kelve aztán eldöntötték, nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja, igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla Bá meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla Bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek.
a kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka, a legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titusz, a legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél. Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még figyelj is. A mindenit, bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Nagyon szép az elhagyatott rét, finoman borzolja a szél a harmatos füvet, színes lepkék kergetőznek az ébredező virágok körül. Na, ez a reggel nem ilyen reggel volt. A láthatatlan rét. Ez meg mi? Hová tűnt a rét? Hová tűnt a kedves kupacunk? Fityirc nem látott semmit, akárhogy merezgette is a szemét. Megnézem, mi történhetett, gondolta. Milyen nedves ez a semmi? Ha semmi nincs meg, én hogy meg vagyok? Hé, ki az? Fityirc vagyok. Ez biztos? Tényleg te vagy az? Te és itt vagy, Pofánka. Nem is értem, mi történt. Reggel arra ébredtem, hogy rajtam is a kufli üregemen kívül minden, de minden eltűnt. Én is pont így jártam. Lehet, hogy egy mindenevő járt erre felé. Vagy talán egy óriási radír tüntette el a rétet. Az csak akkor történhetne meg, hogyha itt minden rajzolva lenne. Gyere, nézzünk körül, hát ha találkozunk még valakivel. Egymás kezét fogva elindultak, ám néhány lépés után valami ijesztő dologra lettek figyelmesek. Ez meg mi lehet? Talán egy bika? Hogy kerülne a semmi közepére pont egy bika? Például eltévedt. A bika ekkor megmozdult és elindult feléjük. Ja, más innen! Ti vagytok azok. Csak Zödön! Mit keres a hátadon az a ruhafogas? Gondoltam, jobb, ha van vele valami ijesztő, ha útra kelek ebben az izében. És kit akarsz megijeszteni vele? Néhány vadonkószáló nagy kabátot? Ne felejtsd el, hogy minket is megijesztett. Éhes vagyok. Szeretnék végre reggelizni. Ha minden eltűnt, akkor eltűnt a reggelid is. Két űrlény! Valér és Titusz? Ti meg hogy néztek ki? Miért öltözik? Arra az esetre, ha nem jönnék valaminek. A dudálás az én ötletem volt. Így már messziről hallani, hogy jövünk. De így nem tudjátok, minek mentek neki. Teljesen mindegy. Úgyis minden eltűnt. Nem hiszem. Szerintem minden itt van, csak nem látszik. Hogy nem látszik? Szerintem a tejszíntől. Egy repülőcsészéből leöntötték tejszínnel a rétet.
ezért lett minden csupa fehér. Én szívesen leszem azt a sok tejszínt a rétről. Majd Titusz keres neked hozzá egy repülő evőkanalat. Hey! Dobálózni nem ér. Majdnem átaláltatok a kalapomat. Ilyen ködben nem tanácsos vödröket haigálni. Ködben? Abban hát. Nem látod? A felhők lefeküdtek pihenni a rétre, nyilván elfáradtak. Akkor most benne vagyunk egy felhőben. Szóval ezért nem látunk semmit. És nem lehet valahogy felébreszteni őket? Dehogy nem. Megvarhatjátok, amíg a nap felcsiklandozza őket a sugaraival. Vagy ébresztődalt énekeltek nekik. Ki tud egy jó ébresztődalt? Én azt hiszem, hogy tudok egyet. Jó reggel! Hívom önült a kakas! Toll a tépet! A hangja magas! Jó reggel! Helbeg a gerle! El is lesz majd tete fenekelve! Jó reggel! Brummog a medve! Te kár, hogy nincsen bereked! Jó reggel! Tátog a csuka! Némán beszél! Jaj, de fura! Jó reggel! Tűnjük a róka! Miért nincs neki takarója? Jó reggel! Süvölt a láma! Nem is alszol többet, mamma! Úgy látszik, ez a kornyikálás tényleg felébreszti a felhőket. Elégedetten látták, hogy kezd felszállni a köd. A fehérségből lassanként előtűnt a zöldellő kuflikupac. Mi ez a rémes óbégatás? Ébresztő dal a felhők számára. Mert hétalvó kufliknak. Miért? Lemaradtam valamiről. Nem láthattad a láthatatlan rétet. Sajnálhatod. A felhők közben felemelkedtek az égre. Gyertek máskor is. Kiáltott utánuk Hilda, aki sajnálta, hogy kimaradt a kalandból. De csak is reggeli után. Erről a többieknek is eszükbe jutott, hogy milyen éhesek. Oda integettek a távolodó felhőknek, aztán gyorsan hazaszögtécseltek, hogy ők is keressenek maguknak valami harapnivalót. Csak vicceltem. Igazából sosem hittem a repülőcsészék létezésében.